Irodalomterápia, szövegterápia, hivatalosan biblioterápia. Ez nem más, mint válogatott olvasmányok felhasználása a segítő fejlesztő munkában és pszichológiai problémák kezelésében, illetve megelőzésében. Erről tartott tegnap előadást a Városi Könyvtárban a könyvtár igazgatója, aki maga is biblioterapeuta. Az olvasás élménye már magában is nagyon hasznos a mentális jólét megőrzésében, de a biblioterápia még ennél is sokkal többet ad. Jellemzően csoportos formában működik, bár egyéni terápiáról is lehet hallani, de a csoportban hatékonyabb, hiszen egymásra is hatnak a tagok, az érzelemviláguk, az egymás kifejezése is, de hát nyilvánvalóan fókuszban maga a szöveg áll, ami igen sokrétű lehet. Irodalmi szövegekről is beszélhetünk, tehát kifejezetten magas esztétikai értéket hordozó művekről, de lehet akár egy dalszöveg, vagy még ha azt mondom, egy graffiti, egy közmondás is nyújthat hirtelen olyan gondolatokat a résztvevőkben, a kliensekben, amire nem is gondoltak volna korábban. A terápiának a lényege tulajdonképpen abban rejlik, hogy az olvasott szöveg milyen hatást fejt ki, hogyan tudja katalizálni az érzelmeket, az érzelmi síkot, az élményeket és mindazt, ami sokszor egészen belül, rejtve, de ott van a lelki világunkban. Kapdevóladik Lívia azt is kiemelte, nagyon sok szó esik a testi egészségünk megőrzéséről, de sokkal kevesebb a mentális jóllétünkről, pedig ez nagyon fontos, és már nagyon régen felfedezték ezt. A mai előadásomban például arról is beszámolok, hogy már az ókorban is hogyan fedezték föl, és hogyan erősítették azt, hogy az egészség az valójában a testi és a szellemi jólétet egyaránt jelenti, amiben az olvasásnak, vagy egyáltalán a szövegekkel való találkozásnak nagy szerepe van. De nagyon fontos, hogy erre is odafigyeljünk, nagyon fontos, hogy a mentális egészségünket is őrizzük, karban tartsuk. Az előadáson tehát a biblioterápia történetét, fontosságát ismerhették meg az érdeklődők, de a tervek szerint hamarosan azt is meg lehet majd itt a könyvtárban ismerni, hogyan is működik mindez a gyakorlatban. Kapdebóladik Lívia elmondta ugyanis, szeretne a Városi Könyvtárban is ilyen programot indítani.